Játszom a régi dalaimat is, most nagy divat ugye a retro, és nekem vannak 60-as, 70-es évekből is nagy slágereim, a Gőzhajó, vagy a Keresztes Lovag, vagy a Visszavárosba, azokat játszuk, és mellette én csinálok ma is új dalokat, gasztróblúzokat, tehát ilyen gasztronomblúzokat csinálok, kimondott blúzdalokat is csinálok, teljesen magyarítva, én magyarítom a blúzzenét és a progresszív rockot, és teljesen új dalokat is hoztam a legutolsó lemezünkről. Gyerekkorom óta ebből élek, tehát úgy gyerekkorom, hogy 10 éves voltam, amikor elkezdtem, és gyakorlatilag 20 éves korom óta 40 éve lassan ebből élek, és egész országot bejártam, és a félvilágot, Európát, Amerikát, Afrikában is zenéltem, tehát én ebből élek gyerekkorom óta. Kijutni belőle, nincs jobb remény, mert bátran meg a kormó, csújtanak vele. Több korszakom volt, amikor nagyon nagy sztár voltam a 70-es években, a progresszív rock zene majdnem olyan népszerű volt, mint az akkori pop zene. Aztán volt nagyon nagy hullámvölgy a 80-as években, és most az utolsó 10-15 évben, amikor a minit megcsináltuk megint, van közönségünk a világon mindenhol. Mi járunk Svájcba, most is megyünk ki nyáron a Karlsruhe Blues Fesztiválra, Németországba, Svájcba, Wintertour, Pedisbe játszunk, tehát mindenhol megveszik ezt a zenét, természetesen ez ma már nem olyan népszerű, mint annó volt a 60-as, 70-es években, ezt kár lenne tagadni, tehát nincs már akkora közönsége, de mi vagyunk talán az egyetlen a minivel, akik még megélünk mindig ebből a progresszív zenéből, kicsit bluesosítva, kicsit rockosítva, tehát ez még mindig kellendő a magyar piacon, és külföldön is. Én is használok elektronikát, játszom szólóba és duóba is különböző elektromos kísérettel. Én nem vetem meg az elektronikát, nagyon sok jó dolog van benne. Természetesen azt is úgy kell csinálni, mintha egy hangszer lenne, tehát a zenét bele kell vinni. Amikor már öncélú az elektronika és csak azt szól, az már annyira nekem nem tetszik, de én mindent elfogadok, aminek közönsége van és tényleg muzikális zenei. Az lehet egy gép, lehet egy egyszerű tilinkó, lehet egy csörgődöm. Zenét kell belevinni, és az embert. Két nagy dolgot. Most is jön ki egy lemezem ősszel, DVD-vel, könyvvel. Ugye készülök a nagy 60-as évfordulóra, sajnos már januárban 60 éves leszek. Nagy koncertet tartok Budapesten a Petőfi csarnokban. Erre hozok ki egy új lemezt, egy DVD-t, egy könyvet.
és ebből csinálok egy nagy országos turnét. Azokkal a barátaimmal, akikkel én az utolsó 15-20 évben játszottam, valamint a mai együttesemmel, egy nagy szuper show-t fogunk tervezni. Remélem eljutunk Szekszárdra is, Paksra is, megyünk Pécsre, mindenhol itt a környéken. Például pont eltaláltad, írtam két új dalt, én remélem, hogy fog tetszeni az embereknek. Az egyik egy ilyen andalúz éjszaka című dolog, ami kicsit parafrázis a régi keresztes lovagra, egy ilyen szerelmi történet, de hát tragikus végű. És van a Gőszajnak egy parafrázisa, aminek az össze a címe, hogy csak a levegőbe beszél. Hát van egy pár haverunk ugye a mai magyar társadalomban, akiknek ugye egyfolytában ugye a levegőbe beszélnek. Na, róluk is írtam egy dalt. Mi is ilyenek vagyunk. Sokszor a levegőbe beszélünk. De hát ez a mai kornak egy nagy vívmánya, hogy ezt is megeszünk. A téma az mindig az életből jön? Tehát teljesen a valóság az alapja? Hát az életből is, meg én mindig írtam elvont szövegeket, tehát egy olyan egzotikus dolgokról is írtam a lemezeimben, ami egy kicsit elvont. Én ma is úgy érzem, hogy kell egy kis meseszerű, egy kis elvont dolog a zenébe és a szövegbe is.